énekkel, verssel köszöntötték Lengyák Istvánt az iskola tanulói. A nyugalmazott tanár szinte minden gyermek számára ismerős, ugyanis szerves része a nagykanizsai kultúrának. Lovag látogatott ma el hozzánk, hiszen Ollóvágta Pista bácsi, ahogy ti is ismerhetitek, a kultúra lovagja. Annyi mindennel foglalkozik, amiért ezt az elismerést kapta, hogy felsorolni is nehéz. Iskola galériák és a nagykanizsai kórház kiállításait szervezi, vezeti a városi diákszínpadot, és hívják könyvtári és iskolai foglalkozások irányítására is. Mindenütt ott van. Utirajzok, portrék, lányáról készült grafikák, ahogy ő mondja, idegnyugtató felhőjátékok, újságcikkek és interjúk. A megmaradt anyagból válogatott az alkotó, hiszen, mint mondta, otthon nincs nagy gyűjteménye saját műveiből. Azért sem tudnék rendezni életmű kiállítást, mert amint én elkészülök egy-egy képpel, és ez valaki meglátja, azt mondja, hogy de tetszik, parancsolj, ez a tiéd, és ez itt minden képen, mert minden képen elosztogatom. A tárlaton egy Lengyák Istvánról készült karikatúra is látható. Az egykori tanár kiemelte, aki ezt megnézi, szinte mindent tud róla.